Engem lenyűgözött ez az új Tucson. Főleg a hibrid változata, mert használtam a simát is, de nagyon ritka az olyan hibrid autó, ahol ennyire jól van összehangolva az elektromos meg a belső égésű motor által biztosított hajtás. A kettő közötti átmenet nekem, mint sofőr borzasztóan fontos, és itt nagyon-nagyon-nagyon sima az átmenet, ami nekem különösen tetszik. Úgyhogy menet dinamikát és ezt a fajta komfortot figyelembe véve, én nem tudom, szerintem az egyik legjobb hibrid a piacon most ez az új Tucson. És ami ezen kívül, és ez már inkább szubjektív vélemény, engem lenyűgözött az a forma. Tehát nekem nagyon-nagyon bejön ez a kicsit futurisztikusabb autó első meg autó hátsó, és ez a nagyon-nagyon modern és letisztult beltér. Én szeretem, amikor nincs túl zsúfolva a kormány, ezen is nyilván minden egyértelmű és gyorsan megtalálható. 250 km-t mentem el, és ennyi az átlagfogyasztásom, úgyhogy nem csinálok semmi extrát. Tehát, hogy ami nekem megdöbbentő, az átlagfogyasztás, és ez jellemzően város. Én ilyen méretű autónál, ilyen menettulajdonságokkal rendelkező autónál még nem tapasztaltam. Simán lehet, hogy ez a fogyasztás ez változni fog később, de hogy kevés olyan példát láttam, hogy ugye bizonyos kilométer megtételével a fogyasztási érték az romlana, úgyhogy valószínűleg ez ennél már csak jobb lesz, úgyhogy nem, tényleg nekem nincsen eleme az autónak, amivel ne lettem volna, vagy kicsit, vagy nagyon pozitívan meglepve. Úgyhogy nagyon-nagyon, hát kevés olyan dolog van, lehet, hogy nincs is egyébként olyan, amiben most így bele tudnék kötni, vagy amire azt mondanám, hogy nem tetszik, és nyilván sokan azt gondoljátok most, hogy persze a Mielis az Hyundai, és úgyhogy mi mást mondaná, de tényleg az van, hogy ez az autó, ez az eddigi legjobb Hyundai. Azok közül, amiket én vezettem, és ezt a fajta minőségérzetet, és ezt a fajta, hogy mondjam, technológiai pluszt, amit ez az autó ad, azt én nagyon kevés más autóban láttam, és éreztem, úgyhogy egy nagyon boldog Tucson tulajdonos leszek én a következő egy évben, és mindenkinek azt tudom javasolni, aki kicsit kételkedett abban, hogy a Hyundai milyen márka, és milyen minőségi szintet képvisel, és milyen egyébként örömet ad autóvezetőként, az menjen el egy kereskedésbe, és próbálja ki ezt a modellt, mert én garantálni fogom, hogy ez minden esetben egy pozitív csalódás lesz.